A Tiszafüredi Ifjúsági Fúvós Zenekar is csatlakozott azokhoz, akik már korábban adományaikkal támogatták a Tiszafüredi mentőállomás részére egy mellkas komprimáló gép beszerzését. A zenekar szeptember 18-án egy jótékonysági koncertet adott a főtéren, ahol a közönség tagjai tetszésük szerinti összeggel járultak hozzá a gép beszerzéséhez. Tiszafüredváros önkormányzata a jótékonysági akcióhoz még szeptember 30-áig várja a felajánlásokat. Thank you.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar nevében, jótékonysági térzenénken. Azért jöttünk el ide önökhöz hozzátok, hogy egyrészt adjunk egy gyönyörű térzenét, és próbáljuk itt a napnak az utolsó sugarait megragadva kicsit felidézni a nyári hangulatot, és a nyári repertoárunkból készültünk nektek egy szép csokorral önöknek, illetve a másik, az pedig egy nemes cél, mégpedig nem más, mint hogy a Tiszafüredi mentőállomásnak szeretnénk felajánlani az itt a koncerten befolyó összeget, ugyanis Tiszafüred város önkormányzatának kezdeményezésére egy gyűjtés indult ugye a mentőállomás javára, mi szerint a befolyó összegből egy mellkas komprimáló berendezést szeretnének vásárolni, úgyhogy mi ezt szeretnénk hozzájárulni. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek közös érdeke, hogy ez a gép beszerzése kerüljön. Hát ugye nem tudjuk sose, hogy mit hoz a jövő. Ebből kiindulva én nagyon megkérek mindenkit, hogy aki teheti, az járuljon hozzá ahhoz, hogy meg tudjuk ezt vásárolni. Itt a közönség mellett, itt egy kis asztalnál, illetve előtte van egy urna, amiben el tudják esetleg helyezni azt az összeget, amit gondoltak, illetve létezik egy adomány számlaszám is, amire utalni tudnak. Úgyhogy a felajánlásokat előre is köszönjük, és egyúttal szeretném köszönteni körünkben Újvári Imre polgármester urat és feleségét, Járdán Évát. Mester Marianna képviselőasszonyt, és Emődi Bélát, a mentőállomás vezetőjét. És szeretném megkérni Újvári Imre polgármester urat, hogy köszöntse a megjelenteket.
Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, képviselőasszonyt, állomásvezető urat és mindenkit, aki ma áldozott rá az idejéből, hogy egy nemes cél érdekében ma itt együtt legyünk. Külön szeretném megköszönni Kerekes Andrásnak és az Ifjúsági Fúvószenekarnak, hogy csatlakoztak az önkormányzati jótékonysági akciójához, és hogy kezdeményezője voltak ennek a mai jótékonysági térzenének. Azért előjáróba szeretném hozzátenni, hogy jó újra látni benneteket, és itt a zenekar tagjaihoz szólok, hiszen a járvány alatt kevés lehetőségünk volt így, ilyen körben hallgatni őket, de most már egyre többször lesz erre lehetőségünk, bízunk benne. Köszönhetően annak, hogy egyre többen oltatják be magukat, és Tiszafüred városa, Jászlajkun-Szolnok megyében bizony az élmezőnyben van az átoltottság tekintetében. Ezért köszönettel tartozunk az egészségügyi dolgozóinknak, és ezzel természetesen Tiszafüred minden egészségügyi dolgozóját értem, és a tiszafüredi polgárok felelősség tudatának, felelősségvállalásának. És én erről a helyről is arra biztatok mindenkit, hogy aki még nem tette, oltassa be magát, hiszen az oltás életet ment. De életet mentenek azok az eszközök is, amelynek a beszerzéséért ma itt összegyűltünk. Már én állomásvezető urat bíztattam, hogy szerepeljen egy kicsit, de átadta ezt a lehetőséget, mert tőle hitelesebb lenne, de felhatalmazott arra, hogy elmondjam, hogy ez a mellkas komprimáló eszköz, ez miért is fontos. Tehát a mentőállomás egyébként, a tiszafüredi mentőállomás egy nagyon jól felszerelt állomás, új eszközök érkeznek folyamatosan, és az alapfelszereltségük mindenben megvan abban a tekintetben, hogy elvégezzék a munkájukat. De ha emberi életről van szó, ezt sosem lehet elégszer fejleszteni vagy tökéletesíteni. És például, amikor ugye egy mentőautó úton van, és a mentőautóban valami történik, és újra élesztést kell végezni, akkor ehhez meg kell állni, mert nem biztonságos menet közben újjáélesztési folyamatot végezni. Ez a mellkas komprimáló eszköz, ezzel együtt nem kell megállni, ez menet közben is tudja végezni ezt a fontos folyamatot, és akár ha útban vagyunk a kórházban, akkor bizony sok percet és sok időt meg lehet ezzel takarítani. Egy mentő dolgozó munkáját ki tudja váltani, és azért ha látjuk azt, hogyha egy extra terhelés alatt van egy mentőállomás, vagy egy ilyen csapat, amikor nem csak a hagyományos feladataikat kell elvégezni, balesethez kimenni, vagy bármilyen más esethez vonulni, hanem bizony tesztelni kell, mert koronavírus járvány van, akkor nem árt egy plusz segítség. És ez az eszköz, ez nagyban segíti ennek a munkának a hatékonyságát és folyamatát. Szeretném megköszönni eddig azoknak, akik közreműködtek abban, hogy ez a több mint 2,5 millió forint eddig összegyűlt, és ez a mai jótékonysági koncert és az itt befolyó bevétel is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy egy lépéssel közel legyünk a célunkhoz. De szeretnék egy jó hírt is mondani egyúttal, mert 5 millió forintba kerül ez az eszköz, de mivel már több mint a felén túl leszünk, ezért lezárhatjuk a gyűjtési folyamatot, és az Országos Mentőszolgálathoz pályázni fogunk plusz támogatásra, tehát az alapítványuk. Ha minden jól működik, és minden együtt van, akkor az összeg kiegészítésével szinte 100%-ban biztos, hogy ez a gép így beszerzésre kerül. Még egyszer szeretném megköszönni a zenekarnak, Andrásnak, hogy a mai alkalmat megszervezték, önöknek pedig, hogy áldoztak rá az ideigből. Kérem, adakozzanak, amennyiben lehetőségük nyílik rá, és nem elégesen pedig érezzék jól magukat. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen a köszöntést és egyben a tájékoztatót, hogy milyen célokat is szolgál a berendezés, és időközben megérkezett polgárné Balogh Iréna alpolgármester asszony, köszöntünk téged is köreinkben. Első műsor számunk egy fúvószenekari mű volt, Concerto di Amore, Jakob de Haan műve. Így gondolom, ez megfelelő nyitánya volt ennek a mai koncertnek. A következőkben pedig a hagyományos fúvószene kedvelőjének szeretnénk kedvezni egy induló, valami nem más, mint a Titanic induló, úgyhogy fogadják szeretettel.